Jó estét kívánok! Önök a híres híreket látják 19 órakor. Nézzük, miről lesz szó a ma esti híradóban. Kecskeméten is sikeres a kormányzat digitális idősügyi programja. Riasztóan sok halálos baleset történik. Egy hét alatt megduplázódott az influenzások száma. Kecskeméten sok külterületen élő idős életét változtatta meg a digitális idősügyi program. A 2017-ben indult felzárkóztató kezdeményezés mára több mint 5000 idősnek segített eligazodni a digitális világban. Mészáros Gyulánék Kati néni életét teljesen átalakították a digitális eszközök és az internet. Ahogy a nő fogalmazott, kinyílt előtte a világ, amióta a számítógépet használ. Régóta szerettem volna megtanulni angolul, és most van rá lehetőségem. E-mailbe kapom a leckét, minden áldott nap, és nagyon intenzíven tanulok angolul. Kati néni, aki a Szarkási külterületi házában egyedül él, egy éve vesz részt a digitális idősügyi programban. Az idős hölgy az elmúlt évben megtanult weblapokat böngészni, e-mailt írni, képeket és zenét letölteni, barátaival pedig már sokszor videótelefonon keresztül beszélget. A szórakozás mellett azonban más hasznát is látja az új tudásának. Az interneten hamarabb tudnák segítséget kérni, mint akárhol innen a környéken. A digitális idősügyi programhoz 2017-ben csatlakozott Kecskemét városa. A régióban a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. Mint együttműködő partner szervezte meg a mentorhálózatot, amely az időseket segíti eligazodni a digitális világban. A program során a 65 év feletti egyedülálló és külterületen élő időseket kerestük föl, és azokat vontuk be a programba. Először 20 fővel indult a program, aztán bővült 25 főre. Országosan 480 településen 5000 idős embernek biztosította a program laptopot, internet hozzáférést, illetve informatikai oktatást. Az idős internet használókat 24 órás diszpécser szolgálat szolgálja ki, és mentoraikkal is bármikor kapcsolatba léphetnek. Ha első ránézésre a digitális világ ijesztő is, egyre többen csatlakoznak a programhoz. Ne féljenek semmitől, húzzanak bele! Bár még csak február első hetében vagyunk, már 3 halálos baleset történt a megyében. A súlyos balesetek száma ennél még több. Most összeszedtük, hogy mi is történt eddig, és megkérdeztük az itt élők véleményét is a tragédiákról. Teljesen le kellett vágni annak az autónak a tetejét, amely január 14-én este hajtott árokba Kiskörösön. A gépjárműben egy 87 éves férfi és egy 63 éves nő utazott, de csak egyikük életét tudták megmenteni. A férfi a kórházban elhunyt. De sajnos nem ez volt az egyetlen tragikus kimenetelű baleset ebben az évben. Kecskeméten február 2-án történt tragédia. A Kápolna utca és a Széchenyi körút kereszteződésénél a zebrán akart átkelni egy 28 éves férfi, amikor egy Mercedes áthajtva a piroson elgázolta őt. Egy nappal később a férfi életét vesztette a kórházban. Szemtanúi voltunk, ahogy halottas kocsiba helyezték azt a 81 éves tatai nőt, aki az M5-ös autópályán vesztette életét kedden délután. A 85 éves férje a forgalommal szembefordult rá az útra, majd összeütközött egy másik személyautóval. A balesetben további 3 ember sérült meg, köztük egy súlyosan. Az esetek előtt sokan megdöbbenve állnak, sokan pedig szomorúak, hogy ennyi a tragikus baleset. Nagyon sajnálom a hozzátartozókat, és őszinte együttérzésem az egész, tényleg mindenkinek, mert mindenki úgy indul el otthonról, hogy hazavárják. Sajnos ez egy borzasztó dolog. Én már elég idős vagyok, úgyhogy én azt tapasztalom, hogy nagyon idegesek az emberek, türelmetlenek. Ha egy kicsit lassabban jövök, mert én kocsival jöttem most is, egyszerűen rám dudálnak, és integet, úgyhogy menjek már gyorsabban, de én általában be szoktam tartani a sebességet, úgyhogy nekem integetett. Sokszor elkerülhető lenne a baleset, ha mindenki betartaná a sebességkorlátozásokat.
Ne feledjék, hogy aki kocsiba ül, nem csak a saját, hanem mások életéért is felelős. Így fontos, hogy mindig nagyon óvatosan és körültekintően közlekedjenek a sofőrök. Négyen sérültek meg, amikor egy betegszállító és egy mikrobusz ütközött a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpáron. A helyszínen nincs elsőbségadási kötelezettséget jelző tábla. A rendőrség még vizsgálja a felelősség kérdését. Két mentőautó érkezett ehhez a Tiszaalpári út kereszteződéshez. Egy betegszállító és egy mikrobusz ütközött össze a településen. A Móricz Zsigmond utcán haladt a Renault mikrobusz, amikor neki jobbról érkezett a betegszállító, amellyel karambolozott. A betegszállítóban utazó három beteg sérült meg, valamint a mikrobuszban ülő személy is. A mentők mindannyiukat kórházba szállították. A helyszínen nem szabályozza tábla az elsőbségadást. A betegszállító vezetője szerint ilyenkor a jobbkész szabály érvényesül, és úgy látja, hogy neki volt elsőbsége. A felelősség pontos megállapítását a rendőrség még tovább vizsgálja. Ötleteket várnak a lakosoktól a Sás, a Hínár és a Berek utca által határolt park elnevezésére a Petőfi városban. A közterület további fejlesztésére csak úgy kerülhet sor, ha már névvel rendelkezik. A park ősszel kapott új padokat és ivókutat, azonban növények és további játékok is szükségesek még. A térség pár éve még építési terület volt, de a helyiek összefogásával közterületté nyilvánították. Jelenleg játszótérként és közparkként használják. Kósa József, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy minden ötletet várnak a névadással kapcsolatban, ami valahogyan kapcsolódik a közterülethez. Azt ajánlotta, hogy a park, tér vagy a liget kifejezéseket tartalmazzák a névötletek. A városrész közösségi oldalán, valamint Kósa József e-mail címén várják az ötleteket február 21-éig. A beküldött neveket átbeszéli a szakbizottság, majd június 6-án közgyűlésükön hozzák meg a végleges döntést. Tombol az influenza megyénkben. A kormányhivatal adatai szerint egy hét alatt megduplázódott az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. A számokból az is látszik, hogy egyre több gyermek érintett a járványban. Egy hét alatt duplájára nőtt az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma. Erről tanúskodnak a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal adatai. Ezen a héten a házi orvosok jelentése alapján a bajai, a kalocsai, a kecskeméti és a kiskunhalasi járásokban összesen 875 fő betegedett meg. Az adatok alapján megyei szinten magas az influenza aktivitás. Január közepén az influenzások száma még csak 365 fő volt. Sajnos egyre több 15 év alatti gyermek kapja el a betegséget. Az elmúlt egy héten 285-en betegedtek meg közülük. De az influenza nem kiméli a fiatal felnőtteket sem. Az ő megbetegedési arányuk a második legnagyobb a megyében. Csoportos megbetegedést azonban szerencsére csak egy alkalommal jelentettek a megye területéről az 5. héten. A járvány a kórházban szeretteiket ápolók életét is megnehezíti, hiszen januárban Kalocsán, február első hetében pedig Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is határozatlan ideig teljes látogatási tilalmat vezettek be a Bács-Kiskun megyei kórház fekvőbeteg telephelyein. Nem igénylik a kalocsaiak a helyi hulladékkezelő cég házhoz menő lomtalanítását. A város szintű lémlom akciókat Kecskeméten 2018. június 1-től váltotta fel az egyéni lomtalanítás lehetősége, amit évente kétszer lehet ingyenesen kérni. Utána néztünk, hogy hogyan változtatott ez a városi szeméthelyzeten. 2018. májusában döntött úgy a közgyűlés, hogy megszünteti a város szintű lémlom akciót. Az érvényes szerződéssel rendelkező ügyfelek évente kétszer igényelhetnek térítésmentesen házhoz menő lomtalanítást, amihez előre kell időpontot egyeztetni a szolgáltató Dunatisza közi hulladék gazdálkodási non-profit Kft.-vel. Az egyik online hírportálon jelent meg a hír, hogy Kalocsán nem kérnek a helyi hulladékkezelő házhoz menő lomtalanítási rendszeréből. Az egyik helyi képviselő szerint a lakosság egy része inkább illegális lerakóknál szabadul meg a lomoktól, esetleg házalóknak adja, akik miután kiszűrték belőlük az értékesíthető anyagokat, szintén illegális lerakókhoz viszik.
Csíkos Imre, a kecskeméti városrendészet vezetője elmondta, Kecskeméten egyelőre nem tapasztaltak változást az illegális szemét mennyiségében. Azt, hogy a tavaszi lomtalanítás hiánya miatt mennyien döntenek majd úgy, hogy nem az ingyenes lehetőséget, hanem az illegális lerakást választják, nem lehet tudni. Kecskeméten az egyéni lomtalanításkor figyelni kell, hogy az elszállítandó hulladék a vonatkozó törvény értelmében nem helyezhető el közterületen. A kihelyezhető hulladékok köre és a lomtalanítás egyéb feltételei változatlanok maradtak. Továbbra sem visznek el növényi és állati vagy építési hulladékot, elektromos eszközöket, háztartási szemetet, gumiabroncsot, akkumulátort, egyéb veszélyes hulladékot. A házhoz menő lomtalanítást kérők számáról és népszerűségéről kérdeztük a DTKH-t, de híradónkig nem érkezett válasz. Továbbra is várja a jelentkezőket a Kecskeméti Mentőkért Alapítványa az Országos Mentőszolgálat által indított hős képzésre. Az ingyenes újraélesztési tanfolyamot minden hónap utolsó hétfőjén lehet elvégezni a Kecskeméti Mentőállomáson. A megszerezhető tudás és a mentőszolgálat Save City alkalmazása már több életet is megmentett régiónkban. Mellkas kompressziónak a lényege pedig az lesz, hogy a mellkast össze kell nyomni, kb. 5, maximum 6 cm mélyen. Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében utcán, közterületen. Az Országos Mentőszolgálat ezért indította el teljesen ingyenes hősképzését. Arról szól a program, hogy minél széles körben tanítsuk meg az alapszintű újraélesztést, és minél többen legyenek ennek készségszintű birtokában. Azért van erre szükségünk, mert a bajba jutott betegeink, akiknek megállt a keringése a szíve, azoknak nagyon kevés ideje van a túlélésre, és amíg a mentőszolgálat dolgozói kiérkeznek a helyszínre, addig jó, ha van ott valaki, aki ismeri az alapszintű újraélesztés lépéseit, és ezt tudja csinálni. Alapvető fontosságú a túlélés szempontjából. Az alapvető újraélesztési ismeretek mellett a mentőszolgálat egy okos eszközre telepíthető alkalmazást is kifejlesztett. Az országban és megyénkben is többször mentettek már életeket a Save City applikáción keresztül, mondta az állomásvezető. Abban az esetben, ha közterületen történt keringés megállás, akkor a mentés irányítás egy általános riasztást ad ki egy alkalmazáson keresztül. Akiknek le van töltve az alkalmazása a telefonjukra, riasztást kapnak, hogy a közelükben valaki bajba jutott és segítségre szorul. Régiónkban, Szegeden a napokban történt egy eset, amikor az alkalmazáson keresztül mentettek meg egy életet. Egy idős hölgy esett össze az utcán egy járókelő szeme láttára. A szemtanú megkezdte az újraélesztést, majd a mentősök segítségül hívása mellett a Save City-n is riasztotta a közelben tartózkodó önkéntes segítőket. Az applikáció GPS-en keresztül a helyszínre irányította őket, így az idős hölgyet az időben megkezdett újraélesztésnek köszönhetően stabil állapotban szállíthatták kórházba. Akik kedvet és kellő bátorságot éreznek az életmentéshez, ingyenes újraélesztési oktatáson és gyakorláson vehetnek részt Kecskemét mentőállomásán minden hónap utolsó hétfőjén. Az Európai Parlamentben mutatta be városunkat Domján Kitti, a Kadaelek közgazdasági szakgimnázium tanulója január 31-én. Iskolatársa Drabant Tibor pedig az intézményről mesélt Strasbourgban. Csapatuk az Euroszkóla játék nyerteseként jutott ki a nemzetközi programra. Kecskeméti diákok nyerték el a lehetőséget, hogy képviseljék az országot az Európai Ifjúsági Parlamentben. Domján Kitti, a Kadaelek közgazdasági szakgimnázium tanulója, Magyarországot és Kecskemétet, míg iskolatársa Drabant Tibor az iskolát mutatta be Strasbourgban. Kitti a Kada 5 éves, két tanítási nyelvi osztályába jár. Csapatának hetekig tartó felkészülés hozta meg a sikert. Nagyon megtisztelő és nagyon hálás vagyok, hogy ezt a feladatot megkaphattam, és erre szerintem egész életemben fogok emlékezni, hogy én ott állhattam 600-500 ember előtt, és bemutathattam, képviselhettem Magyarországot és Kecskemétet. És számomra ez nagyon megtisztelő feladat volt. 28 tagállam középiskolás diákjai vettek részt a parlamenti formában megrendezett találkozón. A kadások az Euroszkola internetes kvízjáték nyertes csapataként jutottak ki Strasbourgba. Arról szól, hogy egy adott napon kb. 500 diák az unió tagállamaiból összegyűlök egy államot, tagállamot, 24 diák képvisel egy iskola. Ezek voltunk most mi januárban.
az Európai Parlament tisztségviselői bemutatják nekik az unió működését, kérdezni lehet tőlük, vitatkozni lehet velük, sőt, kiadott anyagokból a gyerekeknek föl kell készülni. Összesen 24 diák képviselte hazánkat a Kadából és a Széchenyi István idegenforgalmi vendéglátóipari szakgimnázium és szakközépiskola közös csapatából olyan témákban, mint a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások, migráció, Európa és a fiatalok jövője. A Kada tanulóinak azonban verseny nélkül is lehetősége van ellátogatni Strasbourgba. Az iskola ugyanis az Európai Parlament hivatalos nagykövet iskolája címet is megkapta, amelyet az országban összesen 40 iskola viselhet. Pénteken indul a házasság hete a Parázs Pastorális Központ szervezésében. Idén az előző éveknél is gazdagabb programkínálattal készülnek a szerelmeseknek. 15-től 105 éves korig várják a jelentkezőket a 7. szerelmi kalandtúrára. A több héten át tartó párkapcsolatépítő játék 30 állomásból áll, amelyek közül 10-et kell sikeresen teljesíteni a nyereményekért. A játék február 8-a és április 6-a között tart. Hogyan legyünk igazán boldogok, létezik-e örök szerelem? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ, akik részt vesznek a hétvégi párkapcsolati műhelyen, amelyet a Hortobágyi házaspár tart. Az interaktív foglalkozás pénteken és szombaton lesz a Lestár tér 2 szám alatt. Február 12-én kedden 17 órától pódiumbeszélgetésre hívják a párokat a Református új kollégium dísztermébe. A téma a megbocsátás és az elengedés családi kapcsolatainkban. A programokról bővebben a parázsközpont.hu oldalon tájékozódhatnak. Ajánljuk figyelmükbe továbbá a Katona József könyvtárházasoknak szóló programjait is. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Kecskeméten sok külterületen élő idős életét változtatta meg a digitális idősügyi program. A 2017-ben indult felzárkóztató kezdeményezés már a több mint 5000 idősnek segített eligazodni a digitális világban. Bár még csak február első hetében vagyunk, már 3 halálos baleset történt a megyében. A súlyos balesetek száma ennél még több. Egy hét alatt megduplázódott az influenzások száma, sajnos a betegek között egyre több a gyermek. Az Európai Parlamentben mutatta be Kecskemétet Domján Kitti, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulója. A híres híreket látták, hamarosan folytatjuk a hírórát a kiemelővel, amelyben az M5-ös autópályán történt keddi halálos baleset kapcsán arra keressük a választ, hogy hány éves korig tanácsos volán mögé ülni. Vendégünk lesz dr. Főzőné Tímár Éva, a Kecskeméti Bolyai János gimnázium igazgatója, akivel a spanyol nagykövet iskolában tett látogatásáról beszélgetünk. Valamint itt lesz a stúdiónkban a hétvégén 10 éves jubileumát ünneplő Mátyás Király Citera zenekar két képviselője. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és fél 9-kor ismételjük meg. A kecskemititv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra! Pénteken délelőtt közepesen felhős, ködös lesz időjárásunk. Délutára feloszlik a köd, napközben mínusz 5 és 6 fok közötti értékeket mérhetünk. Csapadék nem várható, és a szél sem lesz jelentős.
Szombaton erősen felhős időre van kilátás, mínusz 4 és 8 fok között alakul a napi hőmérséklet. Továbbra sem kell csapadékra számítanunk, mérsékelt lesz a délkeleti szél. Vasárnap is erősen felhős lesz felettünk az ég, a leghűvösebb órákban mínusz 2 fokot, a legmelegebb órákban 10 fokot mérhetünk. Csapadék nem várható. Száztíz éve, 1909. február 7-én hunyt el Hannusz István tanár, író. Egész élete az iskola és a tudományok között oszlott meg. 1871-ben a kecskeméti főreáliskola rendes tanárává, 1886-ban igazgatójává nevezték ki. Itt vált országos hírű, ismeretterjesztő íróvá. Főként földrajzi, természetrajzi, meteorológiai és tanügyi munkákat írt. 13 önálló kötete és 1387 szakcikke jelent meg. Szerkesztette a kecskeméti lapokat és 9 éven át az iskola évvégi értesítőit is. Szervezete gyönge és törékeny volt. Minden napban Isten ajándékát látta, tudatosan készült az elmúlásra. Halála után az iskola tantestülete így búcsúzott tőle. Minden gondolata az iskolájé, nemes szívének érzése tanártársaié és az ifjúságé volt. Iskolánkat felvirágoztatta, megkülönböztetés nélkül szeretett mindnyájunkat, emlékét örök kegyelettel, el nem múló szeretettel fogjuk mindenkor őrizni. Jó estét kívánok, ahogy ígértem, folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban elsőként vendégünk lesz dr. Főzőné Tímár Éva, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium igazgatója. Néhány napja ugyanis kiemelt vendéget fogadott az iskola és annak spanyol munkaközössége. Anunciada Fernández de Córdoba spanyol nagykövet látogatott el a Bolyaiba. Az M5-ös autópályán történt keddi halálos baleset kapcsán foglalkozunk a témával, hogy hány éves korig tanácsolják az orvosok a járművezetést. Valamint itt lesz a stúdiónkban a hétvégén 10 éves jubileumát ünneplő Mátyás Király Citera zenekar két képviselője. Kérem, tartsanak velünk! Köszöntöm a kiemelőben dr. Főzőné Tímár Évát, a Kecskeméti Bolyai János Gimnázium igazgatóját. Jó estét kívánok! A spanyol nagykövet asszony látogatása a beszélgetésünk apropója. Miért, milyen céllal látogatott el a Bolyaiba idén is a spanyol nagykövet? Hát valóban nagyon nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy meglátogatott bennünket a nagykövet asszony. Igen, nem első alkalom. 2006 óta van nálunk spanyol-magyar két tannyelvű képzés, és az első pillanattól kezdve szoros kapcsolatot tartottunk a nagykövetséggel. Nagykövet asszony most jött Magyarországra néhány hónappal ezelőtt, és szerette volna megismerni a Bolyai Gimnáziumot is. Olyan, hogyan, milyen programokkal várták őt? Egyrészt volt egy pedagógusokkal és az iskola vezetéssel egy szűk körű beszélgetés, ahol az iskoláról érdeklődött, milyen tagozataink vannak, hogyan működik a spanyol tagozat, mennyire szeretik a gyerekek a spanyolt, utána pedig a gyerekekkel találkozott. A gyerekeknek mindig külön nagyon nagy élmény az, hogy végre olyan emberrel találkozhatnak, aki gyakorlatilag annak az országnak a nagykövete,
amelynek a nyelvét tanulják, amelynek a kultúráját szeretik. Érdekes része volt a beszélgetésüknek, hogy iskolánkban van egy iskola újság, a Bolygató, közöttük is vannak spanyolosok, és egy interjút készítettek nagykövet asszonnyal. Gondolom, a diákok mindig meg vannak szeppenve akkor, hogyha olyan anyanyelvűvel találkoznak, amilyen idegen nyelvet ők tanulnak. Hogyan zajlik ilyenkor a kommunikáció? Spanyolul. Nagyon, nagyon ügyesen. Persze, természetes, hogy egy picit meg voltak illetődve, de nagykövet asszony nagyon dicsérte őket. Azt mondta, hogy nagyon meg van elégedve a Bolyai Gimnázium spanyol nyelvi oktatásával. A gyerekek nagyon ügyesen tudtak kommunikálni velük. Nyilván ez a Spanyolországgal, a spanyol kultúrával való kapcsolatnak egy eleme a spanyol nagykövet látogatása. Milyen lehetőségeket nyit meg a Bolyai Gimnázium tanulói előtt egy-egy ilyen látogatás, illetve ez a spanyol-magyar kapcsolattartás, ez a tanrend, amiben tanulnak? Mint ahogy említettem, a nagykövetség valóban első pillanatok óta támogatja a képzésünket, és ennek természetesen a diákok elsősorban a részesei. Már az egész képzéshez a lektort, a spanyol nyelvi lektort a spanyol állam biztosítja a gimnáziumnak. Rendszeresen pedagógus továbbképzéseket tartanak, a gyerekeknek ösztöndíjakat hirdetnek, a legjobbak mindig van, aki külföldre mehet 2 hétre nyelvet tanulni. És ami minden évben előfordul, az a bizonyos ENIBE, ez a két tannyelvű iskoláknak, a spanyol-magyar két tannyelvű iskoláknak a találkozója. Itt 14 kategóriában vetélkednek a gyerekek egymással. Talán a legérdekesebb része a spanyol nyelvű diák színjátszóknak a találkozója, de mindenféle témában vetélkednek. Miként működik a Bolyaiban egyébként a spanyol-magyar két tannyelvű osztály? Hogyan, milyen tanrend szerint, mit tanulnak spanyolul, mit tanulnak magyarul, mennyit beszélnek spanyolul, kik jelentkezhetnek, kell-e spanyolul tudni ahhoz, hogy ott iskolát kezdjenek a gimnazista gyerekek? Spanyolul nem kell, viszont csak azokat tudjuk felvenni, akik angol nyelvet tanultak általános iskolában, mert a második idegen nyelv már haladó szintről az angol lesz. Spanyol teljesen kezdő szintről indul, 5 évfolyamos képzésről van szó. A 0. évben nagyon magas óraszámban, 18 órában tanulják a spanyolt, úgyhogy az első év végére már egy középfokú középszintű érettségit tudnának letenni, egy ilyen B1 kategóriás tudománnyal rendelkeznek, hisz a 2. évtől már történelmet, földrajzot és célnyelvi civilizációt tanulnak spanyol nyelven. Az óraszámuk először 18, utána kevesebb, de hát az idegen ezeket a tantárgyakat idegen nyelven tanulják. Feltétel ennek a képzésnek, hogy 2 nyelvből, vagy spanyol nyelvből emelt szinten érettségizzenek, és 2 tantárgyból, így a történelem, földrajz és a célnyelvi civilizációból 2-t választhatnak, spanyolul kell érettségizni. Milyen kifutása van egyébként ennek a képzésnek? Mire tudják használni sok ezek mindenre, a gyerekek? De azért szeretném elmondani azt is, hogy az emelt szintű érettségén a gyerekeink azért nagyon ügyesen megfelelnek. Eddig 85% fölött volt a teljesítményük, és ilyenkor automatikusan C1 típusú nyelvvizsgapapírt is kapnak, tehát nyelvvizsgával rendelkeznek. Sok felé mennek tovább tanulni a diákjaink. Elsősorban nyilván a spanyol terület, tehát a nyelvtudásukat akarják használni, de gazdasági, külkereskedelmi területekre, de a legkülönbözőbb, akár nem csak a bölcsészkarra, de orvosnak, közgazdásznak, jogásznak is jelentkeznek erről a szakról, és bizony sokan mennek külföldre tanulni is és dolgozni is. Így a beszélgetésünk vége felé még néhány mondatot ejtsünk arról mindenképpen, hogy milyen egyéb képzéseket kínál a Bolyai Gimnázium az idén, a 2019-2020-as tanévben is már. Igen, hát a 8. osztályosokat várjuk nagy szeretettel. A következő évben is ugyanazokat a szakokat indítjuk, mint az előző években, vagyis 3 nyelvi tagozat van. A spanyolom mellett van egy 5 évfolyamos képzésünk szintén a németesek számára. Itt német-angol 2 idegen nyelvet tanulnak emelt szinten, és a klasszikus, jól bevált és nagyon népszerű emelt szintű angol tagozatunk a 3. nyelvi. A természettudomány iránt érdeklődőknek a matematika és az informatika tagozatot ajánljuk. Ezek a tipikus fiús osztályok, de lányok is tanulnak itt természetesen. A műszaki pályára, közgazdász pályára készülő diákoknak ajánljuk. Én gondolom, hogy sokat hallottak önök is a sporttagozatunkról, hisz most országos 3-ak lettünk például ebben a kategóriában.
a sporttagozatban kimondottan élsportolókat várunk, és azok járnak ide. Diákolimpiai bajnokok és érmesek, és hát van egy félosztály erejéig általános tagozatunk is. Igazgatóasszony, én nagyon köszönöm a beszélgetést, és sok-sok ügyes, okos diákot kívánok Önöknek. Köszönjük szépen, és köszönöm a lehetőséget. Az M5-ös autópályán kedden délután történt halálos baleset óta felrobbant az internet. Több olyan vélemény is megjelent, hogy a tragikus balesetet okozó 85 éves sofőrnek életkora miatt már nem is szabadott volna vezetnie. A témáról most orvost kérdeztünk. Holttest felett állnak a rendőrök az M5-ös autópályán. Bugacról, temetésről tartott haza Tatára egy házaspár a lányukkal, amikor a 85 éves sofőr fel akart hajtani az autópályára kedden délután. A gyorsítósávról azonban nem a helyes irányba kanyarodott le az útra a férfi. Szeged helyett Budapest felé vette az irányt, szembefordulva így a forgalommal. A feltehetően vétkes idős férfi frontálisan ütközött össze egy másik személyautóval. A balesetben elhunyt a férfi 81 éves felesége, súlyosan megsérült az 50 év körüli lánya, illetve ő maga és a másik sofőr könnyű sérülést szenvedtek. A híres.hu közölte az esetet, majd megosztotta a közösségi oldalán. Percek múlva már áradtak is a kommentek. Lehet olvasni olyan véleményeket, miszerint már 65 éves kortól el kéne venni az emberektől a jogosítványt. Sokan azzal érvelnek az időskori vezetés ellen, hogy a reflexeik már nem ugyanolyanok, nem tudják felvenni a ritmust és magas a reakció idejük. Volt olyan is, aki emlékeztette a hozzászólókat, hogy a múltkor 20 éves volt, aki fordított irányba haladt a pályán, csak ha nem idős, nem emelik ki a sajtóban. De egy családtag is megosztotta a véleményét az ügyben, miszerint idézzük: senkinek nem kívánok olyan napot, amit tegnap a családunk átélt. 85 éves ide vagy oda, sokkal több baleset van fiatal, részeg drogos sofőrök miatt. A kommentelők egy része pedig igencsak egymásnak esett, és agresszívabban kezdték védeni álláspontjukat. De kinek van igaza? Én ezen nagyon-nagyon kiakadtam, hogy én az idős, egy bizonyos kor után már nem adnék vezetői engedélyt ki idős embereknek, hisz mi is fiatalok, középkorosztály vagyunk, és mi is figyelmetlenek vagyunk. Ők pláne nehezebben figyelmetlenek. A hölgy azt is felvetette, hogy újra kellene vizsgáztatni az idősebbeket, vagy egy bizonyos kortól már ne lehessen vezetniük. Hasonló véleményen volt Szabó Józsefné is. Én úgy gondolom, hogy önkinek már nem szabad lett volna jogosítványt adni, nem? Megkerestünk egy szakembert, aki már régóta foglalkozik ezzel a témával. Ráadásul orvos, így ő az, aki ellátja a sérülteket, próbálja megmenteni az életüket. Olyan írásokat lehet látni vagy olvasni, hogy az idős vezetést be kellene tiltani egy bizonyos életkori határ fölött. Na most a világon sehol nincs olyan ország, ahol felső határa lenne a vezetésnek, alsó van sok helyen. Nálunk 17 éves kortól lehet jogosítványt szerezni, de felső határ nincsen. Na most ez nem jelenti azt, hogy az összes idős ember alkalmas autó vezetésre, mert az idős emberek között nagyon nagy a különbség, tehát az idős korosztály az nem egy homológ azonos csoport, tehát minden 85 éves nem ugyanolyan, mert van, aki nagyon rossz állapotban van és alkalmatlan vezetésre, és van olyan, aki nagyon jó állapotban van és alkalmas vezetésre. Mi lehet erre a megoldás? Hát erre a megoldás, ugye az idős vezetőket 2 évenként hosszabbítják. Na most olyan esetben, ha valakinek olyan betegsége van, ami alkalmatlanná teszi vezetésre, akkor azt a családorvos dönti el. Ha nem tudja eldönteni, akkor ő tovább tudja küldeni az illetőt magasabb szintre, ahol ezt eldönti. Tehát van ilyen, hogy pályaalkalmassági vizsgálat. Vagy pedig, ugye, ha olyan betegsége van, ami egy epilepszia, ami nincs jól kezelve, és gyakran vannak rohamok, ez életkortól függetlenül is kizárja. Na most a másik fontos kérdés, hogy az idős vezető, abba állapodjunk meg, hogy fiatal vezető 25 évig,
és 65 felett számít idős vezetőnek valaki. Tehát ez az orvos szakmai irodalomban, ez a megszokott fogalom, tehát ha azt mondom idős vezető, akkor mindig 65 felettiekre kell gondolni. Na most egy csomó kérdést vett föl, ha azt mondjuk, hogy nem vezethet mondjuk a 75 éves, aki jó részt a gépkocsiját a lakóhelyének közelébe használja, másrészt az idős vezetők azok fegyelmezettebbek, mint a fiatalok, tehát ha lejárt a jogosítványa, nem vezet, ha az autója műszaki vizsgája nincs rendben, nem vezet, ha esik a hó, nem vezet, ha vihar van, nem vezet, tehát tulajdonképpen ő akkor ül a gépkocsiába, amikor ő maga és az autója alkalmas az utazásra. Az orvos azt is elmondta, hogy a fiatal vezetők több balesetet okoznak, mint az idősek. Problémaként emelte ki továbbá, hogy a fiatalok autójában többen is szoktak ülni, mint ami megengedett. Tíz éves a Mátyás Király Citere zenekar az évfordulót szombaton jubileumi koncerttel ünnepli a zenekar. Köszöntöm itt a stúdiónkban Schulzné dr. Büki Évát, a zenekar vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Valamint Gyurko Alexandrát. Jó estét kívánok! Szervusz, Alexandra! Éva ugye 10 éve, a kezdetek kezdete óta vezeti a zenekart. Milyen igény szülte annak idején, és honnan, hová jutott el a Mátyás Király Citere zenekar? Én tanítottam már korábban is, Pesszentlőrincen a Dohnányi Jernő zeneiskolában, még az orvosi egyetem végzése mellett, és nagyon-nagyon hiányzott, amikor a szakvizsgára tanultam, gyerekgyógyászatból szakvizsgáztam, akkor én már nagyon sokszor mondtam a férjemnek, hogy most már szeretném, hogyha itt is tudnánk Kecskeméten indítani csoportot, és felkerestem, hát 5 percre van tőlünk, ahol lakunk, a Mátyás Király Általános Iskola, és ott igazából nyitott kapukat döngettem, mert hogy ők is kerestek valami fajta művészeti csoportot, szerették volna, hogyha saját művészeti csoportja lenne az iskolának, iskolai rendezvényekre, vagy bárhová, hogy saját műsorral tudjanak kiállni. Azért ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen ön is, férje is orvos a hétköznapokban. A tudományt hogyan egészítik ki? A férjem nem orvos, ő autógépészmérnök, én vagyok orvos, és igazából a közös találkozási pont a Citera és a csutorástábor, ahol mi összeismerkedtünk, és így lett szerelem. És az ön életében az orvostudomány és a Citera hogy fér meg egymással? Hát az az igazság, hogy amikor én gimnazista voltam és pályaválasztás előtt álltam, akkor édesanyámmal azt taglaltuk, hogy igazából a gyerekek állnak nagyon közel hozzám, a biológia, de a tanítás is, és akkor eldőlt, hogy az orvosira szeretnék menni, és hát igazából hamarabb tanár lettem, mint ahogy orvosnak felavattak volna, mert ugye már közben elkezdtem tanítani a zeneiskolában. Úgyhogy mind a kettő megvalósult, hál' Istennek. A Citere zenekar honnan indult, és hová jutott? Hány taggal, milyen színvonalon, és hová jutottak el, milyen minősítéseket szereztek? Hát először is egy ilyen toborzást szoktam végrehajtani, tehát hogy bemegyek, elkérek egy-egy énekórát az alsós tagozaton, és megmutatom, hogy mi ez a hangszer, mert hát valóban nem annyira ismerik a mostani gyerekek, nem nagyon tudják, hogy milyen, úgyhogy bemegyek, és megmutatom nekik, és egy kicsit elvarázsolom őket vele, hogy milyen. És akkor annak idején, amikor kezdtünk, akkor több mint 45 gyermek összegyűlt, úgyhogy két csoportra kellett szétbontani őket, voltak a hétfősök, meg a keddesek, és hát nyilván az évek alatt azért kiderül, hogy ki az, akiben van tehetség, ki az, aki meddig tudja vinni, és aztán újabb és újabb generációk indultak az idők folyamán, tehát a 10 év alatt több mint 100 gyermekkel foglalkoztunk, jelenleg 25-en járnak a műhelybe, és 3 generáció van. Ugye Alexandra az első generáció tagja, hiszen 10 évvel ezelőtt már csatlakozott a Mátyás Király Citere zenekarhoz. Melyek az első emlékek, és azóta mik a legmeghatározóbb emlékek? Hú, hát a zenekarra rengeteg emlékem van. Talán az első, amikor ugye Éva néni jött toborozni az elsős osztályokban, akkor rögtön megtetszett a citera. Én is találkoztam még vele addig, meg a családomban se volt a népzene nagyon így ismert, vagyis nem volt annyira népszerű, igen, köszönöm. De valahogy én mindig éreztem, hogy ez engem érdekel, néptáncolok is, és nagyon otthonosan mozgok ebbe a környezetbe. És hát rengeteg emlékem van, talán a legjobb emlékeim, amikor valahova utaztunk, nagyobb fellépések, mint például
Például 2 éve voltunk a Gobe Festen Manchesterbe, Angliába. Uh-huh. Ott szerepeltünk egy Székely Magyar Fesztiválon, de voltunk Erdélybe is, Marosvásárhelyi napokon zenélhettünk, illetve számos helyen az országban. Nagyon jó közösség alakult ki, majdnem egy család vagyunk így a zenekarban. Mondhatni a második családom. Mennyi időt töltötök egyébként együtt jellemzően? Hát sajnos citera óra csak heti egyszer van csütörtökönként, de egyébként van, hogy napokat is együtt vagyunk, mint például a nyári táborokon, egy egész hetet együtt vagyunk, vagy elmegyünk kirándulni, vagy ilyen zenekari más eseményekkel is részeszünk. Tehát ez egy jó közösség, ahogy én hallom, de igazából szakmai eredményeket is hozott, szép sikereket ért el a Mátyás Király Citera zenekar. Erről beszéljünk egy kicsit. Hát először is nyilván az iskolai rendezvényeken kezdtük, aztán városi rendezvényeken, tehát híres héten, helyi termékünnepen, és amikor úgy gondoltuk, hogy eléggé felkészültek rá is, és már elég sok minden van a tarsolyban, akkor indultunk el a népzenei minősítőkön, térségi szinten, majd országos szinten. 2 aranyszintet értünk el, és utána 2017-ben aranypálva díjat kapott a Mátyás Király Citera zenekar. Mindeközben nyilván nevelődnek a következő generációk. A következő csoport, a Corvin Citera zenekar, ők is aranyosak immáron, tehát arany minősítéssel rendelkeznek, és aminek nekifutottunk a Vas Lajos névzenei verseny. Tehát ez egy ilyen 2 éves versenyciklus, elődöntő, középdöntő és Kárpát-medencei döntő. Az előző turnusban a nagyok, a Mátyás Király Citera zenekar jutott el a döntőig, most pedig a középhaladók, a Corvinosok. Nagyon röviden mutassuk már be ezt a hangszert, ugye a nézők számára, aki annyira nem ismerné. Nálam egy kis citera vagy princ citera van, Alexandránál egy tenor vagy nagy citera. Alapvetően fából készül, fenyőfa a lelke a hangszernek. Asztali tamburának is szokták nevezni, mert hogy asztalt szükségeltetik hozzá. Vannak rajta dallamhúrok, vannak rajta bőgőhúrok vagy basszushúrok, és vannak a vendég vagy kísérőhúrok. A nagyoknak már mindenkinek saját hangszere van. Ez, amit én most a kezembe tartok, ez egy csóri programos, ez vadi új hangszer, tehát még 1-2 hete kaptuk meg mi is. Úgyhogy hál' Istennek vannak pályázatok, és azokon is sikerrel szerepelünk. Ami mostán a legnagyobb volumenű, ez a Csóri Sándor program. Én azt kérem, hogy akkor szólaltassuk is meg ezt a hangszert, mit fogunk hallani, és utána még egy néhány mondatot tudunk beszélgetni is. Jó, részhúros verbunk lesz, és Szatmár, Felső-Tisza vidék. Nem tudom, hogy a képernyőkről mi jött le, de már itt a stúdióban nagyon szépen zeng 2 hangszer is. A Mátyás Király Citera zenekarban hány hangszer szól egyébként egyszerre? Hát mivel csoportokban vagyunk, ezért alapvetően talán most a Tökmak csoport van, ők vannak a legtöbben, 11-en, de szoktunk együtt muzsikálni most már a nagyok, tehát a Mátyás Király Citera zenekar, meg a Corvin Citera zenekar, és akkor hányan is vagyunk? A 3 csoport együtt. Melyik most a 2-t számoljuk? Jaj, a 2-t. Igen, tehát ők vannak 6-an, ti meg 7-en. 7-en, meg még én is muzsikálok, tehát akkor 13-an, 14-en. 14, igen. De akkor hogyha szép hangzásra számíthat az, aki elmegy a koncertre. Szombaton mikor lesz ez a koncert? 15 órától lesz a Természetházában, és nem csak citera lesz, hanem minden egyéb más. Tehát rengeteg népi hangszerünk van, ütő, gardon, koboz, moldvai nagydob, furuja, doromb, és lesznek táncosok is, lesz mese, mindenféle gyönyörűséggel készülünk. Tehát akkor szombaton a Természetházában 15 órától.
15 órára várnak mindenkit. Sok szeretettel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még sokszor 10 évet a Mátyás Király Citere zenekarnak. Köszönjük szépen. Köszönjük. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a Paletta magazinunkat láthatják, amelyben hétvégi programokat ajánlunk. Üdvözlöm Önöket, ez a Paletta, a Kecskeméti Televízió programajánló műsora, melyben ezen a hétvégén is izgalmas témákkal találkozhatnak. Péntektől tekinthető meg a Cifra Paluta új kiállítása, a Mercedes gyártól a Dunapartig címmel. A tárlaton a 2017-2018-as év kiemelkedő avarkori Bács-Kiskun megyei leleteit tekinthetik meg a látogatók. A megnyitó pénteken 15 órakor lesz. Az időszaki kiállítás március 10-éig tekinthetik meg, hétfő kivételével 10 és 17 óra között. Hétvégén bábos gyermek előadás, családi bábszínház lesz a híres Agora ifjúsági otthonban. Szombaton 16 órától, 3 éves kortól bábjátékra, dalokra, mondókákra és bábkészítésre várják a gyermekeket. Ezúttal a Csipke Rózsika lesz műsoron. A játszóházat Szirtes Józsefné vezeti. Közreműködnek a Vándorbot báboskör tagjai és a Kertvárosi Általános Iskola bábosai. A belépés gyermekeknek 700 forint, a felnőtteknek 950. Hétvégén városunkba érkezik a Mega Játszóház, az ország legnagyobb utazó játszóháza. Nincsenek turnusok, nincs hosszú sor, és a sorban állás nem a játéktól viszi el az időt. Vadonatúj játékok, akkumulátoros versenyautók, autópálya terepasztal, Mega Légvár, arcfestés, lufi, vidám műsor is várja a gyermekeket. A félórás gyermekjegy 800 forint, az egyórás 1500. A játszóháza a második Rákóczi Ferenc általános iskola tornacsarnokában lesz. Az esemény 10-től 18 óráig tart majd. Két műsort is kínál a gyerekeknek szombaton este a Ciróka Bábszínház. 16 órától az Edmeg leves kerül színpadra, amelyben Lenke olyan világról ábrándozik, ahol mindenben a gyerekek dönthetnek. Ahol édességet lehet enni rendes vacsora helyett, megúszható a fürdés, sohasem kell aludni, és a tűzoltó autónak is van helye az asztalon. A gyermek váratlanul rátalál álmai országára, csak hogy hamar rá kell jönnie, hogy itt sem olyan egyszerű az élet. 17 órától a Babaróka című előadást láthatják. Babaróka rövid történetei rólunk szólnak, a leghétköznapi problémáinkról és boldogságainkról. A Bohém Rapszódia a Queen zenéjének és a banda rendkívüli énekesének kirobbanó története. Freddie Mercury fittyet hányt a sztereotípiákra és ellenszegült a konvencióknak, így vált belőle a világ egyik legkedveltebb zenésze. A filmben tanúi lehetünk a zenekar üstökösszerű fölemelkedésének, meghatározó dalaik és forradalmi hangzásuk révén, Mercury féktelen életvitelének, a bandára gyakorolt hatásának és dicső visszatérésünknek a Live Aiden, ahol a már súlyos betegséggel küzdő Mercuryval az élen a rock történelem egyik legnagyszerűbb koncertjét adták. A Queen nem csupán zenekar, hanem egy család is volt, és máig megihletik a kívülállókat, az álmodozókat és a zene szerelmeseit. A film megtekinthető az Otthon moziban február 9-én és 10-én, 15 óra 30 perctől. Te legenda vagy, Fred. Mind legendák vagyunk. Most pedig a kecskeméti és környékbeli sportesemények következnek. Jól kezdte a felkészülést a Kecskeméti LC. Sűrű hétvégével zárta a felkészülés első hetét a Kecskemét, hiszen Bende Csaba együttese pénteken edzőmeccset játszott, majd másnap Kunszent Miklóson vettek részt egy teremtornán. A miénk rögtön egy erős megye egyes ellenféllel kezdték a felkészülési meccsek sorát, hiszen a szabadszállást fogadták, akiket 5-3-ra sikerült legyőzni. Másnap Kunszent Miklóson szerepelt tornán a csapat, amin érezhető volt a fáradtság, játéknak azonban mindenképpen jó volt. A Kecskeméti játszik pénteken ismét itthon játszik edzőmeccset,
19 órakor a Megye 1-es bajnokság egyik élcsapatát, a Jánoshalmát fogadják a Széktói Stadion műfüves pályáján. Február 8-án pénteken 21 órától éjszakai fürdőzésre várják a téli csobbanásra vágyókat a Kecskeméti fürdőbe, ahol a legjobb zenékre lubickolhatnak és bulizhatnak. Ezúttal is több medence várja a látogatókat. Nyitva lesznek a bel- és kültéri élménymedencék, a jacuzzik és csúzdák, valamint a benti termálmedence és a 25 méteres úszómedence is. Folytatódik a régió legkeményebb terepkerékpár versenysorozata, a Winter Cup. A négyfordulós téli kupa sorozat nem véletlenül viseli a Winter Cup nevet. A versenysorozat azért kapta ezt a különleges nevet, mert a szervező, a Velorum kerékpárbolt biztos abban, hogyha valaki képes lesz mind a négy fordulót teljesíteni, sokkal erősebb immunrendszerrel köszönti a tavaszt. A négy forduló alatt négy különböző helyszínen és minden esetben más terepen más-más képességeket fognak tesztelni, mint például az állóképesség, az ügyesség, a kitartás és persze a humorérzék. A mostani verseny Hetényegyházán lesz, szombaton 14 órakor rajtol a menet a Hetényegyházi lovaspályától. Legutóbb a Kecskeméti KC a TFS-e csapatát fogadta itthon, 86-60-ra győzött ellenfelünk. Szombaton ismét hazai terepen játszik csapatunk. A Kecskemét 13 fordulót követően 3 győzelemmel és 10 vereséggel 16 pontos a bajnokságban, így a 12. helyen áll. Soron következő ellenfele a Vasas lesz, mely 9 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. helyen áll. 5 ponttal van lemaradva az Éllovastól. A női kosárlabda amatőr NB1 piros csoport mérkőzése szombaton 16 órakor kezdődik a Bolyai Gimnázium tornacsarnokában. Gyere ki a szabadidőközpontba egy kardiós tempós sétára. A tavak és a csatorna mentén róhatjátok a köröket, mindenki a saját tempójában. A nagyjából 75 perces séta elején bemelegítéssel és a végén nyújtással várnak a szervezők. Gyülekező a bejáratnál, induláspontban 7:30-kor, a séta idejére, mivel mindenkinek más tempó esik jól, várhatóan a társaság szétszéled. Válasz olyan tempót, ami megemeli a pulzusod. Aki pedig úgy érzi, hogy marad még energiája és kedve, az maradhat a kocogós részre. Ugyanazt a távot, amit lesétálnak, a második felvonásban lekocogják, vagy le is sétálhatják. Az esemény ingyenes, a szabadidőparkba a belépő 100 forint. Ennyi volt már a paletta, köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő héten is, viszontlátásra! A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Kecskeméten sok külterületen élő idős életét változtatta meg a digitális idősügyi program. A 2017-ben indult felzárkóztató kezdeményezés már a több mint 5000 idősnek segített eligazodni a digitális világban. Bár még csak február első hetében vagyunk, már 3 halálos baleset történt a megyében. A súlyos balesetek száma ennél még több. Egy hét alatt megduplázódott az influenzások száma, sajnos a betegek között egyre több a gyermek. Az Európai Parlamentben mutatta be Kecskemétet Domján Kitti, a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kadaelek Közgazdasági Szakgimnáziumának tanulója. Ötleteket várnak a lakosoktól a Sás, a Hínár és a Berek utca által határolt park elnevezésére a Petőfi városban. A közterület további fejlesztésére csak úgy kerülhet sor, ha már névvel rendelkezik. Továbbra is várja a jelentkezőket a Kecskeméti Mentőkért Alapítvány, az Országos Mentőszolgálat által indított hősképzésre. Az ingyenes újraélesztési tanfolyamot minden hónap utolsó hétfőjén lehet elvégezni a Kecskeméti Mentőállomáson. Kedves!
Kedves nézőink, a hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap is, már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét mindannyiuknak, viszontlátásra!